Sziasztok, én Balázs vagyok. Itt egy újabb videó. Ma megyünk kombájozni. Úgyhogy szokásos, mindennapi reggeli rutin, kikőfújni a kombájt. Ugye itt van a légszűrőnek a helye, itt a filter, ott van a, onnan húzza a levegőt. Itt van két kipufogója van, mert ebbe egy V8-as Deutz Fahr motor van. Típus hát nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy V8-as Deutz Fahr motor, olyan 230-240 lóerő, és kikapcsolt a kompresszor, nagyon jó. Ott van bent a tartály, majd mindjárt oda mászok egy kicsit, várjatok. Itt a tartálya. Elég nagy. Ha most, hogyha jó tele van téve, akkor egy 8 tonnás zmajkocsit két bunkerbú meg lehet szépen rakni vele. Buzábú. Kukoricábú nem nagyon próbáltuk, hogy mennyi fér bele. Buzábú idén jó megpakoltuk. Úgyhogy. Igen, ugye V8-as motor. Két kipufogóba. Hát most a tartályát ez nem tudom mennyi mehet bele. Nem tudom. Akkor mindjárt lemegyek. Jó. Így, itt a csigája. Hát akkor fújjuk kis. Ugye ilyen filter van benne. Kicsit dzsuvás, amin elszedjük a kompresszort. Addig ide leteszem. Állj, tovább. Itt hozom már szabadkét megjelni mit. Mindjárt jövök, kifújom itt tesztet, és talán mutatom tovább. Ma itt vagyok egy kombájas vlogga. Itt bérbe kombájozok. Másik embernek. Ugye ilyen a buza, nem rossz buza. Dolgozik is benne szépen a kombáj. Ugye szecskázva, ugye szétfújom, nem rendre vágom. Picit lassítunk, már fogja a kombájt. Ugye itt jön be szépen a mag. Kicsit piszkos a üveg. Na, elfelejtettem megtörülni. Ugye itt vannak az órák, meg minden. Ugye azt a, majd a vlog elejére beteszem, mikor fújtam ki a kombát, meg beszéltem a motorjáról. Az tegnap volt. Tegnap nem sikerült videóznom. Tegnap olyan 11 láncot vágtunk le, 12-t. Ugye már én meg a fotelváltásba hajtsuk a kombát. Hogy legyen idő pihenni is, meg minden. Mert tegnapon nagyon meleg volt, szegény kombáj majd még pusztult délbe. Ugye már kicsit későn indultunk ki, 11 óra felé. Későn indultunk ki. Máma, mindjárt megmondom hány óra. 10 óra 58. Ez az első. Ez a második főd, be benne vagyok. Már először, hogy is hívják, a mustárt vártunk először. Egy fél lánc mustárt körülbelül. Annyit vártunk először. Na és akkor így lenyomjuk a vitorlát, felemeljük. A vitorlát is felemeljük. Így alá csavarjuk, oda nyomjuk neki. Menjen. Ugye ezzel megyek előre meg hátra. Ez a karja neki.
most lehet emelni, meg engedni a hídért. Az a jó benne. Megint beleállok szépen. Nekem fönt egy
szabályba, nincsenek behúzva kábelok. De én jó lenne, ha meg lenne csinálva, szeretném megcsináltatni, csak az a baj, nincsen hozzá más tér. De azt mondták, hogy régében se használták, mert ez valamilyen szórási érzékelő is valamit, meg lehet rajta állítani is valamit, nem tudom mi lehet ez. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem használjuk. Itt van, tuda, jobbra-balra index, meg ezzel állítom kormányt, hogy hogy dőljön. Dobjatok rá egy lájkot, én Balázs voltam, sziasztok!